az ifjú, akkor 18 éves Marci Bányi Mária találkozott Erkel Ferenccel, és nyilvánvalóan az esemény fényét emelendő hívták meg az akkoriban már igencsak ismert és közkedvelt Erkel Ferencet erre a zenei alkalomra. Liska András, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője mutatta be kedd délelőtt az Erkel Ferenc kéziratát tartalmazó emlékdobozt és az emlékkönyvet, melyet 1849-ben egy nemesi család fiatal hölgytagjának, Marci Bányi Máriának dedikált. Az eddig csak a szűk család által ismert dokumentumot a Gyulai Gyűjtemény pályázati támogatás igénybevételével vásárolta meg. Az eseményen nemzeti jelentőségűnek nevezett dokumentumot a közönség a szombaton az Almási kastélyban nyíló tárlaton láthatja. Érdekesség, hogy Erkel az alkotást 1849-ben új év napján komponálta és jegyezte le, mindez azért is különleges, mert akkoriban nem nagyon szerzett zenét. Több mint másfél évszázadon keresztül őrzött a család, és a tavalyi évben megkeresték az Erkel Ferenc Múzeumot azzal, hogy ők szívesen eladnák, megválnának ettől a családi dokumentumtól, azzal a feltétellel, hogyha ez az Erkel Ferenc Múzeumba és az Erkel Emlékházba kerül majd elhelyezésre. A megkeresést követően pályázat útján sikerült megvásároljuk ezt a különleges dokumentumot, amihez hasonló jelenleg az Erkel Ferenc Múzeum gyűjteményében nincsen, van ugyan számos eredeti kézzel írt Erkel kottánk, amelyhez hasonló kis zeneművel eddig egyelőre nem rendelkeztünk. Az emlékkönyv érdekessége, hogy Erkel Ferenc egy rövid, eddig csak szűk körben ismert, nyilvánosan soha be nem mutatott darabot jegyzett bele ajándékképpen. Ez az eseményen Nátor Éva zongora művész tolmácsolásában hangzott el. Az Erkel Kulturális Központ ügyvezetője Dombi Ildikó hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy az Erkel gyűjtemény bővüljön és még teljesebben mutassa be a himnusz zeneköltőjének igen sokoldalú életművét. A gyűjtés mellett ugye a múlt értékeinek megőrzése és a nemzeti himnuszunk zeneszerzője által alkotott kis kézirat megőrzés azt gondolom egy óriási dolog, és napjainkban már nagyon nehéz ilyen korhű dokumentumokhoz, eredeti példányokhoz hozzájutni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan színfolt lesz itt az Erkel Ferenc Múzeumban, ami új látogatókat is vonzhat, hát arról nem is beszélve, hogy nemzeti szempontból is egy jelentős dokumentum került hozzánk. Ez a kézirat most a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum legújabb darabja. Több más értékes tárgyal együtt ezt is láthatja a közönség a szombaton, a Fürdővárosi Gyűjtemény alapításának 150 éves évfordulóján nyíló kiállításon az Almási kastélyban.